Valahol messzi tájon, vadregényes szép vidéken, gyönyörű palotában élt egy ifjú herceg. Bár mindene megvolt, amit csak megkívánhatott, mégis kapzsi volt, irigy és önző. Egyszer aztán egy téli éjszakán egy vénséges vénkoldus asszony zörgetett a kapuján, és cserébe egyetlen szár rózsát kínált, hogy meghúzhassa magát a didergető hideg elől. A herceg megriadt a néne csúfküllemétől, keveselte az ajándékot, és megtagadta tőle a menedéket. Az öreg asszony intette, meg ne tévessze a rút külső, mert a szépség a bensőben lakozik. Amikor a herceg másodjára is elutasította, az ösztönértest hirtelen semmivé foszlott, és egy világszép tündér állt a helyén. A herceg már hiába próbált mentegetőzni, mert a tündér tudta, hogy szikrányi szeretet sincs a szívében. Büntetésből rémséges szörnyeteké varázsolta, és szigorú átokkal sújtotta a kastélyt és annak minden lakóját. Szégyelvén iszonyú külsejét a szörnyetek várának rejtekén bújdosott. Csupán varázs tükrén átvetett néha egy pillantást a világra. A rózsa pedig, a tündér virága, varázslatosan virít majd az ifjú 21. születésnapjáig. Ha addig képes lesz megszeretni valakit, és szerelme viszonzást lel, mielőtt az utolsó szirom lehull, akkor megtörik a súlyos átok. Ha nem, szörnyeteg marad örökre. Az idők végezetéig. Ahogy múltak az évek, az ifjú egyre komorabb lett. Úgy érezte, nincs remény. Mert ugyan ki lenne képes megszeretni egy szörnyet?